Az apostolok cselekedetei, tizedik rész, Kornélius és Péter látomása. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő az egyik délután három óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja, Kornélius. Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Most azért küldj embereket Jobbéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta két szolgáját és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hanghallatszott, Kejfel fel Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen sem, uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Kornéliusz követei Péternél. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi kerestéged. Kelj fel hát, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétováz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Kornéliusz százados, ez az igaz és Istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Péter Kornéliusz házában. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én magam is csak ember vagyok amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Kornélius így felelt, három nappal ezelőtt, körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Cornélius, Isten meghallgatta imádságod, és megemlékezett Alamizsnáidról. Küldj el tehát Jobbéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simonti már házában szállt meg a tengerparton, ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyi válogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szentélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördögigájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.